minden olyan embert, aki tanulni akar, aki a szakmájába jobbá akar válni, én azt nagyon-nagyon tisztelek is. Magyarországon a Földnek mindig különös hatalma, különös ereje volt, és én azt gondolom, hogy a mai nehéz időszakban, amikor vannak olyan emberek, akik ezt a drága anyaföldet megművelik, és jól művelik meg, akkor ezek megbecsülést érdemelnek. A gyulatonyi fajtakeseti állomáson hány éve kerül már megrendezésre a repce és kalászos bemutató? Gyulatonyi állomáson a repce és a kalászos bemutató, ez 5 éve kerül megrendezésre. Először kezdtük a repcével, utána kiegészítettük a kalászos bemutatóval. Azt hiszem nagyon sokan ismernek, hiszen már 3. éve itt vagyunk ezeken a gyulatonyai fajtabemutatókon. Nagyon szívesen veszünk részt, és nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, polgármester urat, a kamara, a kormány, hivatal képviselőit. Nem csak mint vendég, hanem kicsit házigazdaként is vagyunk itt, hiszen a Nébiknek 17 fajtakísérleti állomása van az országban, ebből az egyik nagyon-nagyon fontos állomás a gyulatonyai állomás. Mi a tapasztalat az évek során? A termelők mire kíváncsiak leginkább? A fajtákra, a technológiára, a növényvédelemre? Mi az, ami őket leginkább ide vonza a bemutatóra? Nagyon érdeklik a technológia, hogy milyen vegyszer, milyen termés az, tehát hogy lehetne minél magasabb termést elérni, minél kevesebb ráfordítással. Hogyan vannak kiválasztva, hogy melyek azok a fajták, amelyek itt a kísérletben beállításra kerülnek? Van ugye 186 fajta repce, amit a Nébik állít be, illetve 142 fajta búza, ezt ők leküldik, és nekem ezeket kell tesztelni, és ezeket nézik meg az itt lévő gazdálkodók, illetve érdeklődők, termelők. Most egy új kezdeményezésünk az, hogy a Nébik gyulatonyai állomásán egy 18 hibridből álló mikroparcellás kísérletet indítottunk el. Ennek az a célja, hogy a jövőben bevezetésre kerülő hibridjeinket teszteljük, mind a téltűrőképesség, mind termőképesség, mind állóképesség és minden egyéb más értékmutató tulajdonság vonatkozásába. Országosan jelen vagyunk most már szinte minden kiemelt forgalmazónál, illetve a regionális forgalmazókkal is kapcsolatban vagyunk, és a fejlesztésünk nagyon fontos funkciót tölt be a jövő tekintetében, hiszen a fejlesztés határozza meg majd az értékesítésünket az elkövetkezendőkben, és hát ez a gyulatany is erről szól, hogy a hibridjeinkkel és fajtainkkal jelen vagyunk, és egységes formában mutatjuk meg a termelőknek, illetve a felhasználóknak, hogy ezek a hibridek, illetve fajták mit is tudnak produkálni kísérleti körülmények között, majd pedig ugye a köztermesztésben és üzemi körülmények között is teszteljük a genetikánkat. Tehát körülbelül azonos termelési hektár nagyságrendben van a káposzterepce és a őszi kalászosok elvette, mint az előző években. Ugyanakkor, hogyha megnézzük az állapotát, a jelenlegi állapota egy kicsivel gyengébb, mint az előző év állapota volt, de nem rossz egyébként, 50% felett van a jó minősítésű területeknek az aránya, tehát csak a tavalyihoz képest egy picivel talán gyengébb, hiszen azért gondoljunk vissza rá, december, január, februárban még a belvíz volt az, ami károkat okozott a kalászosoknál, repcénél, most már inkább a szárazság tünetei jöttek. A repcekísérletre egyértelműen azt tudom mondani, hogy az nagyon pozitív a vélemény minden gazdálkodónak, illetve a vetőmagforgalmazó cégeknek, illetve a szakembereknek. A búzára most már sajnos, tehát nagyon-nagyon kellene egy eső, illetve mivel Nébik kísérletről van szó, tehát ők nem engedik az öntözést. A repcénél viszont egyértelmű, hogy tavaly nagyon-nagyon időben lett elkapva, vetés szeptember 3-án, 4-én, kapott egy keresztöntözést, és a keresztöntözésnél körülbelül 80%-nál jártunk, mikor jött fentről egy 20 mm eső, tehát nagyon-nagyon erős állományt menni neki a télbe. Én nagyon örülök, hogy az ország számos részén tartanak bemutatókat a gazdálkodóknak, hiszen a lényeg ezeknek a bemutatóknak, hogy a gazdálkodók megismerjék a legújabb fajtákat, amelyeket a gazdálkodásokban fel tudnak használni, legyen az repce, búza, napraforgó, vagy később a burgonya. Mindenkit szeretettel várunk a betakarításra. Most jelen pillanatban a szakemberek véleménye szerint az ország egyik legszebb repce kísérlet, és nagyon ígéretesnek mutatkozik a repce. Tehát többek véleménye szerint akár 6-7 tonna is benne lehet, ami magyar viszonylatban óriási.
Mi a tapasztalat? A gazdálkodók mi iránt érdeklődnek leginkább? A fajta, a technológia, a növénytáplálás, növényvédelem? Milyen kérdések szoktak leginkább elhangzani, amikor egy érdeklődő itt van az állomáson? Hát a legelső kérdés az, hogy mennyit terem. Tehát ez a legelső kérdés, mivel ugye, mikor megmondom, hogy mennyit terem, ugye akkor rossz szoroz, és akkor ugye már tudja, hogy mi. De nyilván ugye nagyon érdeklődnek a technológiai felől, nagyon érdeklődnek az új fejlesztésű lomtrágyák felől, ami az utóvédben sajnos ebben a szárazságban óriási jelentősége van, és én is mindig azt mondom nekik, hogy én sem gondoltam, hogy ekkora jelentősége van, de aki ma kiment megnézni például a repszállományt, az tapasztalhatta, hogy öntözés nélkül szenzációs termésre lehet számolni, csak ugye lomtrágyával oda kell hatékonyan jutatni azt a tápanyagot, amire a repcének szüksége van, mert sajnos ilyen száraz körülmények között bármit szórunk ki, nem veszi fel a növény, ez ugyanúgy vonatkozik a búzára is. Maró Kft. Már több mint 14 éve minden szántóföldi kertészeti és vagy akár díszvénykultúrába tud akár teljes technológiát is nyújtani a termesztő kollégák részére. Az idei évben mi lesz a sláger? Mi ez a termék, ami iránt az érdeklődés leginkább megnyilvánul? Mi úgy tapasztaljuk, hogy eléggé szeszélyes az időjárás ebben az évben, illetve folyamatosan az elmúlt években is, és kifejezetten ezek a stressz csökkentő kondicionáló készítményeink közül, főleg a megafol készítményünknek látjuk nagy jelentőségét az elmúlt években, úgy ebben az évben is, ez minden, szintén mindenféle kultúrában, és van még egy-két új termékünk, mint az MC krém, ami kifejezetten a termésmérre, termés egyenletesség növelését szolgálja, egy speciális alga készítmény, ennek is nagy jelentőségét látjuk. Ezen felül cégünknek van egy speciális talajkondicionáló alaptrágyája, ami most már nem is újdonság, egy 5-6 éve forgalmazunk Magyarországon a Mikoszol PTC termékünket, mivel ennek nem csak tápanyag utánpótlási, hanem növényvédelmi mellékhatása is van, ezért ennek is látjuk jelentőségét minden évben, úgy ebben az évben is. Az Everis cég milyen kultúrákban tud ajánlani készményeket a gazdálkodók számára? Igazából minden kultúrában tudunk ajánlani. Magyarországon elsősorban dísznövényes vonalon és gyepes vonalon vagyunk ismertek, de zöldség, gyümölcs, szántóföldi termelőknek is tudunk termékeket ajánlani. Igazából szántóföldi termelők részére lomtárgya készítményünk van. Több lomtárgya családunk is van. Amit most itt alkalmazunk, ez az AgroLeaf Power nevezető lomtárgya család. Természetesen több taggal rendelkezik. Igazából makroelemekben térnek el ezek egymástól. A mikroelem csomag az egy igen magas mikroelem tartalommal jellemzően azonos. Így aztán nagyon könnyű ezeket alkalmazni. Szerintem minden termelő pontosan tudja, hogy melyik makroelem arányt, összetételt, melyik vegetációs fázisban, illetve milyen növénynél érdemes alkalmazni. Ha valaki nem tudja, nagyon szívesen segítünk, illetve hogyha a 20-20-20, tehát a totál nevezetű készítményt alkalmazza, az minden vegetációs fázisban tökéletesen megfelelő lehet. Az AgroLeaf Hungary Kft. Egy teljes körű mikrobiológiai megoldást kínál a növénytermesztők részére. Itt kiindulva a baktofil termékcsaláddal, amit a talajba szoktunk dolgozni vetések előtt, és itt a területen is látható ez, valamint ezt követően egy AlgaFix nevű biológiai lomtrágyával, ami pedig biostimulátorként működik a növények felületén. Ez egy hormonbomba, amelyet kijuttattunk itt a repce felületre is, mint egy hónappal ezelőtt, és nagyon jól látszik a kontrollfelülethez képest, hogy egy sokkal intenzívebb, nagyobb növény, több ecővel tudott produkálni a növény. Ez a kísérlet akkor azt lehet mondani, az eddigiek alapján teljesen beadott a hozzáfűzött reményeket. Igen, ez egy nagyon jó kísérleti állomás és kísérleti felület volt. Itt a fajta kísérletek mellett a nagyüzemi kísérlet is megvalósult, és itt a nagyüzemi támlába lett az AlgaFix készítmény kijuttatva. A bazalti gyakorlatilag az ország egész területén jó eredménnyel szerepelt az előző évben. Termés eredmények vonatkozásában bőven 3 tonna feletti terméseket takarítottunk be. Ez egy nagyon stabil, jól áttelelő hibrid, vaskos, legalább 6-7 cm hosszúságú becökről van szó, amelybe nagy 1000 mag tömeggel rendelkező és magas olajtartalmú
magok találhatóak. A Tripti a másik zászlós hajója a COSZED repceportfóliójának. Gyakorlatilag itt az elágazások számára hívnám fel a figyelmet, és ugyanúgy, mint a bazalti esetében, az 1000 mag tömegre, olajtartalomra, mindkét hibridre és a bevezetésre kerülő szirtakira is jellemző, hogy viszonylag mérsékelt magasságú hibridek. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert a betakarítás gazdaságosságát, üzemanyag takarékosságát is szem előtt tartjuk. Azt tapasztaljuk most már sok év átlagában, hogy egyre nyitottabbak a termelő kollégák ezekre a kondicionáló készítményekre. Ezt mutatják is az eredményeink, hiszen zöldség-gyümölcs kultúrákban cégünk már 2 évvel ezelőtt is piacvezető szerepet töltött be, és mivel tudják, hogy általában nem a mi termékeink a legolcsóbbak a piacon, ennek ellenére egyre többen fordulnak ezekhez a készítményekhez. Észreveszik, hogy ha növénykondicionálókat használnak, ez az évek túlnyomó többségében ezek megtérülő befektetések lehetnek számukra, tehát nem csak a termés mennyiséget, minőséget, hanem a termés biztonságot is jelentősen tudják fokozni. Azt gondolom, hogy András, köszönhetően annak, hogy itt komoly ellenőrzött kísérletekről van szó, nagyon erős, nagyon jól, nagyon komolyan betartja a technológiai előírásokat, amit a cégek javasolnak számára, és ebből következően itt biztos, hogy nagyon szép és eredményes a termesztés. Ehhez ez a lomtrágya még rátesz egy lapáttal. Úgy gondolom, hogy azért is vagyunk nagyon eredményesek, azért nagyon szép az állomány, mert egyébként is szép lenne, de ettől még kap egy pluszt, egy komoly pluszt. De egyébként olyan években is, amikor nem tűnt annyira jónak az indulás, vagy esetleg problémák voltak az időjárási körülményekkel, akkor is nagyon jó eredményeket tudtunk elérni. De elsősorban a kísérleti parcellákban, ott, ahol alkalmaztuk a lomtrágyát. Igazán rekontermések ott születtek, ahol a lomtrágya készítményt is alkalmaztuk. A COSZED, mint genetika 5 évvel ezelőtt is jelen volt a magyar piacon, de elsősorban a nagy forgalmazókon keresztül és saját képviselettel nem rendelkezett a cég, majd a francia menedzsment 5 évvel ezelőtt határozta el, hogy saját képviseletet is létrehoz Magyarországon. Itt az elmúlt évben igen komoly fejlődésnek lehetnek szemtanúi, mind a kollégáim, mind pedig a kedves partnereink. Egy elég komoly és színvonalas infrastruktúrába költöztünk a korábbi székhelyünkről, Kerepesre tettük át a székhelyünket, közel vagyunk a beszállítóinkhoz. Itt meg kell említenem a Biomit, ahol rendszeresen végeztetjük a GMO vizsgálatainkat. Tehát azon felül, hogy a NÉBIK kötelező jelleggel bevizsgálja az importvetőmagainkat, még saját költségünkön külső független laboratóriumot is megbízunk a vizsgálatokkal, illetve szeretném megemlíteni a MERT kontrollnak a szerepét a COSZED életében, úgy itt visszacsatolnék a minőség ellenőrzésre. A vetőmagok lehetnek akármilyen szépek, kísérleti eredményekben produkálhatnak bármit, de a végén csak az üzemi eredményekben kell megmutatkozni a vetőmagoknak a jóságának. És hogy a feldolgozóipar, az exportpiacokon fog majd landolni a végtermékünk, nagyon fontosnak tartom, hogy a kibocsátott magvakat olyan szempontból is megvizsgáljuk, hogy a kereskedelem, illetve a feldolgozóipar milyen módon tudja a mi hibridjeinket hasznosítani. A jelenlegi technológiai fázison túl a repcében mikor kell olyan készpint használni, amit tőletek tud a termelőbe szerezni? A mi készítményünk közül a Bactofil Cell és a Bactofil B10 használata lesz majd aktuális a betakarítás követően. A Bactofil Cell szárbontásra, így meggyorsítjuk a nagy szár maradványnak a lebontását, és abból a nagy mennyiségű szárból, ami is itt is látható, a következő kultúra már fel tudja venni a tápanyagokat. Valamint a pentozán hatás is elkerüljük ezáltal, mivel hogy nem fogja a bomlási folyamatok a vizet a következő kultúrától elvonni. Mindenképpen szeretném felhívni a szirtaki nevezetű új hibridünkre a figyelmet. Ez még itt, ebben a mikroparcellás kísérletben is kódszámmal szerepel, de szeretnénk mielőbb bevezetni országszerte. Az elhangzott előadások aktualitásokat tükröznek, például a kalászosok növényvédelme a tavalyi nagy problémát okozott sárga rozsda és ennek következménye, de a repcében is és más kultúrákban is bemutatott problémák mind a mai aktualitások mellett szólnak. A egyéb elhangzott előadások inkább tájékoztató jellegűek voltak, mint a megyei agrárkamarának az elnöke is, és az osztályvezetők is általános tájékoztatást adtak. Kell a gazdálkodó embernek mihez tartás véget. Megítélésem szerint
egy jó konferencia volt. Örültem, hogy viszonylag fiatalabbak, tehát középkorú szakemberekből vettek itt részt, illetve voltak az érdeklődők, néhány idősebb és néhány fiatal. Ez nem rossz arány, de még egyszer mondom, a merítés viszonylag kicsi volt, nagyobb hírverés kell ennek a konferenciának. Kérdés, hogy hogy mozdul meg a gazdatársadalomra? Az állomáson lesz idén még több bemutató. Esetleg a jövőről néhány szót, ha lehetne szólni. Igen, az idejében az állomásról több bemutatót tervezünk. Egy időpontot tudok mondani, illetve kettőt konkrétan, két burgonya bemutató, ami lesz július 28-án, az azt hiszem egy keddi nap, és augusztus 25-e szintén egy keddi nap, ez két burgonyás rendezvény, az egyik ilyen nagy cégeket, tehát akik műtrágyával, lomtrágyával, vetőmaggal támogatták a kísérletet, illetve az augusztusi, az pedig a NAK, illetve a Nébék rendezménye. Ezen kívül tervezünk egy csemege kukorica bemutatót, és napraforgó kukoricából, illetve van egy olyan, hogy a Magyar Kukorica Klubnak, tehát az MKK-nak van egy dupla beállított kísérlete, ami ugyanannyi fajta számmal megy, ugyanaz a kísérlet, egy öntözetlen körülmények között, egy pedig csöpögtet öntözéssel, ami 200 mázsa per hektár kukoricát céloz meg. Ez magyar viszonylatban szinte elérhetetlen tűnik, de reméljük, hogy itt meg fogjuk tudni csinálni.